Pénteken és szombaton is rendezvényt tartott Sümegen a Fidesz-KDNP sümegi szervezete és a polgári önképző és vállalkozói kör. Mindkét napra jellemző volt, hogy nem csak a politikáról, hanem a kikapcsolódásról és a kultúráról is szóltak az esték. A Művelődési Központban szervezték meg Sasvári Sándor előadó estjét, mely előtt a képviselőjelöltek mutatkoztak be. Vég László Fidesz-KDNP sümegi szervezetének polgármesterjelöltje a színpadra lépve elmondta, hogy programjukat már több fórumon eljutatták a választópolgárokhoz, így arról beszélt, mit is jelent számára a város. Ide köt minden emlék, az egész életem. Ide kötnek a kóborlásaim a belvárosban. A népkerthez nagyon sok emlék fűz, gimnazista koromból, máig tartó barátságok és örök szerelmek emléke a püspöki palotához, az egész városhoz. Az eseményen mind a Fidesz-KDNP, mind a polgári önképzés vállalkozói kör képviselőjelöltjei bemutatkoztak a lakosság előtt. A Sasvári Sándor önálló este következett, melynek keretében népszerű slágereket énekelt a megjelenteknek. Szombaton a kampány családi nappal folytatódott a püspöki palota tövében. A helyszínen ugrálóvár, ökörsütés, sörcsapolás, egy szóval minden megtalálható volt, amely kikapcsolódáshoz szükséges. A megjelent képviselőjelölteket arról kérdeztük, hogy miért pont ezt a formáját választották a kampánynak. Mert erre van igény, régebben Sümegen nagyon sok közösségi rendezvény volt, és ez az utóbbi időben teljesen elmaradt. Így lehet az emberekkel közvetlenebbül találkozni, tehát ez teljesen más stílus, mintha valaki leül a színházteremben és végighallgatja a színpadon szónoklatokat tartó politikusokat. Ezek a családnapok azért fontosak, mert ilyenkor nem csak mind képviselőként tudunk találkozni az emberekkel, hanem itt a családtagok is itt tudnak lenni, tehát ilyenkor itt a feleségem, gyerekeim és a gyerekeimnek az osztálytársai együtt el tudnak játszani, ilyenkor a szülőkkel közösen tudunk beszélgetni, meg tudjuk vitatni azokat a dolgokat, amik az ő gondolaték és a mi gondolaténk, ezekből próbálunk egymástól információkat vagy netán ötleteket meríteni, hogy a későbbi dolgokban ez a város javára tudjuk hasznosítani. Mindig azt mondják, hogy Sümegen nem történik semmi, hogy Sümegen nincsen semmi. Sümegen nagyon sok minden van, csak most tényleg buta hangzik, hogy ilyen kampány szerint nincsen összeegyeztetve. Tehát civil szervezetek, város gyakran egymásra rászervez, ahelyett, hogy összedolgoznának. Ezen is javítani kellene. Így lehet elbeszélgetni egy pohár fröccs, vagy most éppen egy korsó sör mellett, az ökörhúst vagy a malachúst eszegedve. Én úgy gondolom, hogy ilyen kellemes környezetben még jobban megnyílnak az emberek, a sümegi választópolgárok, lakosok is, és elmondják azokat a problémáikat, amik nyomasztják őket. És én nagyon fontosnak tartom ezt a párbeszédet. Jelöltek a kampány során többször beszélgettek a választópolgárokkal, akik elmondták, mit szeretnének látni a városban, hogy mi az, ami elégedetlenségre ad okot. Megkezdtünk 2006-ban egy fejlesztési programot, egy fejlesztési pályára állítottuk a várost. Nagyon megvoltak döbbenve nagyon sokan, hogy ez a fejlesztési program, ez 2010-ben gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra megállt. Nagyon sokan fejezték ki az irányú szándékukat, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy elvárásukat is, hogy ezeket a programokat, fejlesztéseket, amiket 2010-ben a mostani önkormányzat félbeszakított, azokat folytassuk, szebbé tegyük és élhetőbbé tegyük Sümeg városát, hogy egyrészt mi itt lakók, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégek jól érezhessék magukat. Ugye megkezdődtek még a
ezt megelőző ciklusban a belvárosnak a rehabilitációs munkái egy szakasz el is készült, ugye, viszont ezt a munkát folytatni kell. Ezt a munkát ki kell terjeszteni a Kossuth utca meghosszabbítására, ki kell terjeszteni a Szent István tér, Deák Ferenc utca, Udvarbíró tér, Kisfaludy tér területekre, illetve ki kellene terjeszteni ezt a felújítási munkát a Volt strand területére is. Rédei Zsolt a város volt polgármestere az eseményen, az elmúlt 4 évet is értékelte. Hát az elmúlt 4 évben nem éreztem azt, hogy sok minden történt volna a városba, de talán még jobb lett volna, hogyha még azt sem érzem, ami igazán történt, mert amik történtek, azok jobb, hogyha nem is valósultak volna meg. Képviselőjelölteket a helyszínen a programjukról és az elképzeléseikről is megkérdeztük. Első körben engemet a munkanélküliségről és az egyéb más ilyen szociális gondolataimmal, hogy hogyan tudnék segíteni a városon, mik azok a segélyezési rendszerek, amiket igénybe lehetne menni, és ezt hogyan tudnánk megoldani, illetve azzal, hogy hogyan tudnánk minél több munkáját hozni, teremteni Sümeg városának. Következő EU-s ciklusban, hogy jó lenne, hogyha egy pályázatíró csoport segíteni ezt a munkát, illetve a civilek is ugyanezt kérték, a civil egyesületek, hogy ebben lehetne nekik igazán segíteni, hogyha a pályázatok figyelésén és a megírásába kapnának segítséget. Képviselőjelöltként viszont úgy gondolom, hogy ha bizalmat kapok a város lakóitól, akkor fogom tudni annyiban segíteni a városfejlesztési programokat, amennyit adott esetben bármely más jelölt meg tudna tenni. Megfelelő tapasztalatom, rátermettségem úgy gondolom megvan ezen a területen. A szombat este vendége volt dr. Kocsis Máté országgyűlési képviselő. Mivel a politikus Józsefváros polgármestere, így elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire találja megvalósíthatónak Vég László programját. Nagyon kifinomultan és pontosan határozta meg a város előtt álló feladatokat, különös tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Uniós fejlesztési pénzekből a második legtöbbet kapta az uniós tagállamok közül. Ezért az előttünk álló 5 év nagyon komoly lehetőség is a magyar települések számára, így az egyik legszebb történelmi városunk számára, Sümeg számára is. Én a programról, amikor beszélgettem a polgármester jelölt úrral, azt gondoltam és azt láttam, hogy egyrészt tükrözi azt a nagyon mély és alapos helyismeretet, amit szükséges egy polgármester munkájához, másrészt felismerte az új kihívásokat, tehát világossá teszi a programjában és az elképzeléseiben is, hogy Sümeg és környékének, de leginkább Sümeg városának a legfontosabb feladata a munkahelyteremtés, amely nyilvánvalóan a turizmuson tud alapulni a jövőben, tehát a turizmusfejlesztés, az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések, szolgáltatásfejlesztések rendkívül nagy lehetőséget jelentenek a városban, és én örömmel látom, hogy az egész program hangsúlya erre épül. Szereti Sümeget, és egy nagyszerű lehetőséget készül kiaknázni. Csak bíztatni tudok minden sümegit, hogy szavazzanak rá és csapatára. Hajrá Vég László, hajrá sümegiek, hajrá a csapat, hajrá mindenki, aki itt van. Október 12-én szavazzanak Vég Lászlóra.